Nem tudja dokumentálni, Virág, figyelj! Bocsánat! Ezt nem tudta dokumentálni. Befogadhattuk a Margó Fesztivál egy irodalmi fesztivál, amelyik ma, és pontosan most az Erdős Virág könyv bemutatójával kezdődik el. Néhány pillanat, néhány fél másodperc türelmet kérünk, még egy-két szék érkezik, de talán mind meg is érkezett, és akkor elkezdődik az estünk. Lemerült tessék az aksinést.
addigra vár rá a pontunk. Elmondom, de neved magadra, indulnék egyetlen szabadra. Papíron virágzó mosra fog, ahogy a küldő is mondta, hogy jár még a motor, már rohad akaszni, jó volna velem. Sikerült a csalogatás. Az Esterházy asszonyát várjuk, Bárdos Deák Ági személyében, de őt is sikerült ide csalogatni ezek kerül. Jó estét kívánok mindenkinek! Elkezdődik az Artesian Fesztiválon a Margó Fesztivál, és Erdős Virág könyv bemutatója, ami egyben a Margó Fesztiválnak is a nyitó eseménye. Hát Virág, légy szíves, mondd el nekem, hogy kerül ez a sok zenész a színpadra. Hát igazából ezt annak köszönhetjük. Könyv bemutató. Vagy hát a Benzolira Kollár, és én is a Rájátszás című projektnek a részesei vagyunk, és ami kifejezetten arra jött létre, hogy ez kicsit összehozza mással a kortárs költészetet és a kortárs zenét. Beck Zoli egyébként itt látható, a Kollár, az Kollár Klemenc Laci, és nyilván egyszer csak fölbukkan újra itt köztünk, és akkor a többi zenészt is mutassuk be. Kökény Tamás cimbalmosunk, aki az Artesian Fesztiválon szokásosan olyan produkció részese, amiben közösen zenél mindenki, és közösen lép föl mindenki, aki él és mozog művész a városban, azokból válogat az Artesian Fesztivál. Kertész Endre, aki Pajzs Miklóssal jött, ők is egy Erdős Virág verset zenésítettek meg. Úgyhogy akkor Virág, folytassuk ezt a kis beszélgetést, hogy mi az a rájátszás. Néhány ember biztos nem tudja, ha te mondod, az jobban esik hozzá nekik, mint ha én magyaráznám. Hát ez egy több másfél-két éves történet. Igazából a zenészek, akik benne vannak, Beck Zoli, Kollár Ferenc László, Szűcs Krisztián, Másik János is. Mert hogy költők részére is nagyon sokan vagyunk benne. Parafiátorsolya, Grecsó Krisztián, H. János, Szálinger Balázs és Kemény István, akik igazából ennek részesei. Most egy fontos pillanat volt az életünkben, mert a könyvfesztiválra megjelent egy egész lemez, egy nagyon popás kis könyve kiegészítve, egy rájátszás könyv és rájátszás lemez, aminek elvileg folytatása is lesz. És fellépünk itt-ott, eljárunk egymás könyvbemutatójára. Az országban majd fesztiválokon vesztek részt egy ennél bővebb programmal, amiben ugye a többi költő dala is megjelenik, és a többi költő maga is megjelenik. Hát ugye az a dal, amit a Zolitól hallottunk, a Beck Zolitól, az előző kötetnek a címadó dala volt, vagyis címadó verséből lett, a Trabant fejű nő. Hát igen, ez az utolsó verse volt annak a kötetnek, annak az volt cím, hogy a Trabant fejű nő. Az első is egy Trabant fejű nővel kapcsolatos vers volt, és az utolsó is. A Trabant fejű nő biztos sokaknak furcsán hangzana, ha nem ismernék Erdős Virág életművét, amiben nagyon sok ilyen különös szó megjelenik, szleng, szóösszetétel. Biztos felől láthatunk, egyébként ez egy Szilágyének fotó, ami az egész kötetnek az apropóját adta első körben a versnek az apropója volt, aztán magának a kötetnek is a címadója, de
szintén kötődik egy kicsit a zenéhez, mert a fotó látható maga a Trabant-fejű Szintike? Szinike. Szine Hildikó, aki egy basszusgitáros volt akkoriban, amikor a fotó készült róla, és a Szépírók Társaságának az egy irodalmi szervezet, a Szépírók Társaságának az egyik eseményén volt az a feladat, vagy lehetőség az írók, költők számára, hogy egy-egy fotót, Szilágyi Lenke egy-egy fotóját megszövegesítsenek, megverseljenek. Annyit még gyorsan elmondunk Trabant-fejű Nőről, hogy az az előző kötet 2 éve jelent meg, és most és kiadták újra februárban, ugye? Tehát, hogy elindult Trabant-fejű Nő karrierje is, és utolérte az Ezt is el című legújabb kötetet, amiből most a Virág, akkor légy színes, kedves, legyél felolvasni nekünk. Ebből a bevágunk a közepén, és a legszebb verset fogom felolvasni. Az a címen, hogy a legszebb vers, ebben is van egy kis szerelem, azért válogattuk ide az elejére. A legszebb vers, Balatonfüredi emlék. Férfi munkalány öröm, a legszebb vers a kár öröm. A legszebb vers egy régi rózsa, rugas árnyán írott próza, várálok, most gomba nő, a legszebb vers egy ronda nő, a legszebb vers egy uncia, arany, Petőfi puncia, de minden süker dumán túl, a legszebb vers a Dunán túl, messze zengő szép szava, sok hegye és egy tava, kizárásos alapon, a legszebb vers a Balaton, bezárt bazár és tártkebel, a kis hajó közt egy rebel, a legszebb vers egy nyári esten, ringó név a hajótesten, katamarán vagy kalóz, a legszebb vers a gyedmaróz, a legszebb vers a vérfagyi, a csónakázó délnagyi, egy strandpokróc a romokon, alvó szegek a homokon, jönni-menni szandi nélkül, összepúlni randi nélkül, becucolni bárhova, a legszebb vers egy szálloda, egy dagszfiát mosó massa, egy döglött hal fehér hasa, vonatfütyés gyudasztó, a legszebb vers egy csúnya szó, a legszebb vers a parti nagy, zuhés, talajmenti fany, még zöldfülű, de már divis, a legszebb vers az április, a legszebb vers mi volna más, egy kisebb vízbefullanás, plusz törölköz egy száradás, a legszebb vers csak ráadás, a legszebb vers egy amore, ravire nap tagore, emlékfák közt élőház, a legszebb vers a szívkórház, nagy labor és ékkáké, a legszebb dal a békáké, a legszebb vers a születen, tartózkodni füreden, hajnalig egy darab pólón, búcsúzkodni lenne mólon, elvegyülni, kiválni, még egy strófát kivárni, a legszebb vers csak ígéret, vagy elválik, hogy mi vélet, de lelve incs, én úgy hiszem, fogamban tartva átviszem, mert rendben van, hogy szép vagyok, a legszebb vers nem én vagyok, a legszebb vers nekem te vagy, szeress örökké, el ne hagyj. Bravo! Egy szép szerelmes versen hallottam. És tényleg, ugye szerelmes versen hárban ebbe a kötetbe? Hát másfél. Szerintem, hogy ezt azért hozzuk szóba, hogy igen. És hát akkor a következő... Föl fogom venni a szemüvegem. Most egy kollár szerzemény jön. A Párban nyugodt békében című dal, ami szintén a rájátszás keretein belül készült. Alapvetően az a felállás, hogy vagy az a verzió létezik, hogy régi nagyok slágereire írunk új szöveget, vagy pedig nagyok. Hát például egy Kollár slágerre, vagy egy Csavarta-Szisztilon slágerre. Vagy pedig a másik lehetőség, hogy egy verset megzenésítenek. És ez most ez a verzió volt egy, amit szintén még a Trabant-fejűben voltam az interaktív. Te választottál, hogy melyik verset zenésítem meg? Kaptam több lehetőséget, és akkor azok közül már én, de addig nem. Értünk mindent, akkor halljuk ezt a választott verset. És ez is rákerült egyébként a kiskerintenek hallunk a tavalyi lemezében. Thank you.
Isten, aludj sokat, büfiz nagyot, viselkedj úgy, mint a nagyot, meszekáld a lusodat, ne piszkáld a perusodat, ne vigyarok ilyen bután, húzd le szépen magad után. Kaptanj rá a sajtburgerre, csináld szépen, amit mondok, ne szorítsd össze a combot, hozd a formád, aztán kopd le, amit szoktál, arról szokj le. Formájában hosszabb volt. Azt mondtad, hogy megvágtad a dal kedvéért. Hogy döntötted el, hogy mit hagysz ki, vagy mi történt? Kettőt más szabályban, aztán történt meg, és nyugodtan vele, hogy egy dalszöveg az más szabály szerint működik. Tehát egy kicsit mutatkozni. De szövédíteni is például, meg egy kicsit szabályosan. Ez még a Trabant fejű nő című kötetből való vers volt. És ez is fönt lesz a lemezen? Ez fönt van a lemezen. Fönt van a lemezen. És akkor most eljössz egy következő verssel. Igen.
azért vállalkozunk benne, és majd lesz a Zolival egy karácsonyos számunk, és valahogy be kell ide vezetni ebbe a őszies nyárba kicsit a telet, úgyhogy a téli tárgyi korcsolyás ajtóvéverset fogom most valahogy nyárhat ebből. Téli tárgyi korcsolyászokkal. Emlékszem, még minden megvolt, hófelhők az égen, láthatatlan tírcel rajzolt karikák a jégen, egy szokatlanul ronda tél az utolsókat rúgta, a műcsarnokra már előre kiírták, hogy bukta, még béke volt és biztonság, és jókedv minden téren, hoppon-hoppok buszok húztak keresztül a téren, egy dúnott krosszlány sárga szalag ugrott fel a fára, de túlon-túl már kandikált a Vajdahunyad vára, itt álltunk a híd előtte, kerested a tárcát, ott egy bringás tépte épp a biztonsági láncát, vérözön se lámtenger, csak hó és latyak köröttünk, kart helyett a koronával, állt az angyal fölöttünk, épp meglódult a sor, mikor a fák közül a trolival, gimis fiúk, lányok jöttek vállukon a korival, lárma lett és lövdösödés, ez ment aztán végig, autók, ordos, szekrények közt bénáztunk a jégig, hétvége volt azt nem tel is, tele volt a pálya, egy lánc ölben vittek ki, már lila volt a szája, nem volt semmi különös az egészben, de mégis elsápadtál, emlékszem, és elsápadtam én is. Láttam fentről magunkat, két pasztel volt a tájban, piros sapi, sárga sál, egy boldog lusta nyájban, minden megvolt még hibátlan, hófelhők az égen, láthatatlan kézzel írott vízjelek a jégen, viccesnek tűnt hirtelen, hogy lázadsz és én lázadok, míg észrevétlen zúznak el a lábunk közt a századok, egy belmondó szám mentében és pont a lesz volt van, most mit magával pedig amúgy nem vagyok egy fan, mint együtt emre siklottunk, még pontosan és szépen, mégis valószerűtlenül, mint egy prőfölképen. Ez volt a második szerelmes vers, tehát ez volt a fél szerelmes vers, és akkor most jön a Karácsonyod című dal, szintén a Trabant fejű nőből. Hát ennek volt a bevezetője, ez a korcsolyázós cucc, ugye már a korcsolyázás is egy téli valami, a karácsony meg ezen a föltekén szintén egy téli valami, de másról nyári valami nekünk. Viccnek, durva versnek kevés, vím egy kis meglepetés, nem egy nagy szám, látom én is, kilóra se sok, de mégis. Mikor ilyen nagyot vagy, a szeretet meg egyre fogy, az ember mindig meglepi, hogy nincs jó, mint egy megleti. Rajta tessék, bocs kiváltra, hadd ne féljek itt kabátban, hétre várnak kocsira, de bucsika. Most nézem csak, ha nem jól jár, nyuszikás a zacsina. Mindegy, nem egy nagy dolog van, megoldják az angyalok, mert így is úgy is az az első, hogy mi mindent rejt a belső, olyan legyen körülbelül, aminek az ember ül, ne aguljon benne bánat, vagy más ilyen ronda állat. Sikerült is, gratulálok, ne fáradj, majd kitalálok, annyit, hogy még ugye tetszik, azért tisztultam egy percig. Komoly is meg vicces is, mert vannak benne viccek is, de nem genyózik, nem is fröcsög, nincsen benne fasz se köcsög. Bármit mond is, jól vagy rosszul, az a fő, hogy nem túl hosszú. Sőt, ha mégse tetszik másnak, oda lehet adni másnak, bárki kapja a legeláldot. Lásd a Christmas greeting cardot. Kedves izém, stb. Csak meg szeretnék köszönni, és ezúton is kívánok egy sokkal jobb fejvilágot. Hát tudnod kell,
csinálod, bármi furcsa, te vagy itt a helyzet kulcsa. Egyedül csak az a fontos, így írom, mert így a pontos, hogy a szíved legyen helyén 2013 terén. Rajtad állod, mit teszel, hogy jó vagy rossz fiú leszel, hogy vállat vonsz és megint uva basszus. Hogy vállat vonsz és megint teszed, észnél vagy és megint tesz, hogy pakolod a ceggeret vagy szép csöndben. Ki megkeled? Ha üldögél a szácsorosszal, értetett a gáncsorok, ilyenkorok tanácsorok, legyen minden karácsonyok. Zoli nem véletlenül kapta azt a dalt, amiben aki bekkeled van, gondolom. De nem bekkeltem, aki. De ha nem bekkeltek ide, akkor is tök szóval. Köszönjük szépen. De ezt a dalt hogy találtad meg? Vagy hogy talált rá a dal? Megkapta a kötetet és választottam. Tehát választottam. Nagyon jó. Egy ilyen jó hosszú választás. És a tükör előtt állva próbáltad tanulmányozni magad, ahogy ezt a dalt énekled, úgy értem, hogy sokat kellett gyakorolni, míg ilyen pompásan elsajátítottad? Hát de tényleg, az az egy kis valaki az. Figyelj, hogy többször előadtad ezt a dalt már? Figyelj, ez most soha egy kérdés. Ez még mindig tökéletes. De miért ez nem volt tökéletes? Így ez volt a pár, ez volt az egész a dalt. Na jó, akkor szóljatok a következő verset, azt az internetről ismertük meg szerintem, és ott lett nagy sláger, zene nélkül. Zumek, azt mondom Zumek, akkor az Erdős Virág internet rajongói kör, tudni fogja, hogy miről van szó. Igen, úgyhogy tudom, hogy létezik ez a szó, ez a Zumek, és én erről azt gondoltam, hogy ezt mindenki ismeri, nálunk a családban abszolút. Használtuk, mi a Zoom-ek, akkor most megyünk és fúr bele, és megyünk neki. És aztán akkor költettem a Facebookra, és sokan visszajeleztek, de azt kiderült, hogy igazából nem tudják, hogy mit jelent ez a szó. Úgyhogy most... Puff neki azt jelenti, hogy én megtanultam. De éppen ez a szöveg volt egy olyan, aminek a tördelésén sokat vacilálgattunk, úgyhogy itt mindenképp szeretném mondani, hogy ennek a könyvnek a létrejöttében, akik működtek közre, a tördelékben Pintér József volt, aki igazán tényleg minden kívánságomat teljesítette, úgyhogy össze-vissza rakosgattuk még a sorokat. A magának a könyvnek a szerkesztője Király Levente volt, a borítónak is megvolt a maga története, míg végül egy graffiti került a címlapra, amit egy nagyon jó nevű Horek művész nevű graffiti is készített valahol a Florián tér környékén, ez élőben is látható, és Bíró Dóra fotóművész fotózta le. És igazából még van benne egy nagyon jó kis fotó ebben a könyvben, az egyik fülön látható a rólam készült lehető a legjobb fotó, amit Csoszó Gabriella készített, és nagyon-nagyon informatív. Illetve még ami talán érdekesség ennek a kötetnek, hogy nagyon sokan benne vannak, és társszerzőként közreműködtek, hiszen a fülszövegre Facebookos kommentekből válogattunk, úgyhogy én szerint is tudok párat, be tudok azonosítani párat, úgyhogy ez külön örök volt számomra. Úgyhogy ennyit gondoltam elmondani magáról a kötetről, és akkor most felolvasom azt, hogy a Top Léci cíművel. Ami egy toborzó, ahogy mondtad, mert én ezt ide leírtam, hogy toborzó. Hát ez olyasmi. Szóljatok Léci! Szóljatok Léci a fővárosnak, meg a vidéknek, szóljatok Léci a budiknak is, meg a vidéknek, zöldeknek, liláknak, kicsiknek, nagyoknak, közepeseknek,
Szóljatok léci az átlagnak is, meg a legeslegeknek, szóljatok léci a moháknak, zuzmóknak, harasztoknak, nagyokat álmodó szegény kis átbaszott parasztoknak, szóljatok léci a csúnyáknak is, meg a szépeknek, kirúgott mankóknak, lesarnált kerekesszékeknek, Dunának, Tiszának, Zajvarékasnál a Zajvának, szóljatok léci az uzsira, csomagolt hagymának, mutak is tyúkoknak, régmúlton kérődző marháknak, tegnapról félretett maradék akciós farháknak, szóljatok léci a bennetek lakozó szörnyeknek, elfojtott vágyaknak, elalogatott könyveknek, kizökkent időnek, szédítő tempóban illanó mának, szóljatok léci a feltöltőkártyás villanyórának, szóljatok léci a szomorú leltári gerebjéknek, lefoglalt kaszáknak, lehasznált nemzeti ereklyéknek, lötyögő külőnek, rendetlen fityegő prizmának, szóljatok léci a helyszínen eljáró gizdának, cicázó tollaknak, száz éve kuncogó krajcának, szóljatok léci a tájegység igazi arcának, jövőnek, menőnek, boldogtalannak és boldognak, szóljatok léci a kirendelt eseti gondoknak, kettétört ropinak, négyfelé kockázott sportszeretnek, szóljatok léci a szertárban rohadó sportszereknek, szóljatok léci a kezdettől büntivel levőknek, félretolt asztalnál műanyagtányérból evőknek, naponta százszor a közútra kiálló korsónak, szóljatok léci az orrotok alátolt borsónak, Abinak, Mixátnak, Móricnak is, meg a rokonoknak, szóljatok léci az összekuporgatott kuponoknak, szépelgő szenteknek, örökké áltatos hiúknak, szóljatok léci a máséból tékozló fiúknak, lekapcsolt lakóknak, kiket már hiába fikáznak, szóljatok léci az elműnek is, meg a tigáznak, bedöglött hűtőknek, romtárként működő fagyasztóknak, szóljatok léci a kevéssé tudatos fogyasztóknak, észszerű érveknek, álcázott morális buktatóknak, szóljatok léci a kurváknak is, meg a futtatóknak, lecsekkolt kukának, simmellől felszedett deknek, szóljatok léci a ragaszon rászedetteknek, szorgos kis rímekkel magukat szedáló költőknek, szóljatok léci a mobiloknak, meg a töltőknek, hívásra váróknak, dühükben dühötten fröcsögőknek, szóljatok léci a saját kis bajukkal pöcsölőknek, Szigynek, Szabinak, Reninek, Roninak, Rolinak, szóljatok léci a kőbányán kigyulladt Rolinak, apámnak, anyádnak, bánom is én, hogy még kinek. Csak menjetek gyorsan, és szóljatok léci, hogy zumák! Szóljatok léci, hogy hoppá! Hanem, hogy menjünk, gyerünk! Na most a zoomerket, hogy zoomerk az a vége. Igen, az. Azt jelenti a zoomerk, hogy menjünk. Ja? Rajta, nossza. Nossza, na, két jelenet, zúduljunk meg. Akkor Pajzs Miklós, hogy került hozzád a vers, mondd el, léci. Fölrakta ez az Ella jó asszony a netre, és nem tudom, magamtól jutott be eszembe, vagy más jelezte, hogy jó lenne ezzel valamit kezdeni. Úgyhogy nem volt annyira nehéz házasítani a Kánkánnal, ugye ez fog megtörténni most. Hát halálugrás, tehát ez egy iszonyat hosszú és kertész Endre. Mi? Hogyan ide ő? Ja, ő... Igen, az íróra asszociáltam, hirtelen íróra asszociáltam. Igen, tudom, de kertész most kertész már. Meghallottam, hogy kertész, és rögtön beugrott. Minek kellett az egyedül? Igen, kertész Endrével játszunk. Utána szokták mondani. Jó, ott akkor lesz olyan komoly. Na. Na most
okosak, hogy nagy okosak, mondjátok meg, mi legyen, ki ne legyen, mi közülünk ma holnap, és ki legyen, ki legyen, benne ágy a rossz, vagy igaz, mert Filip, ki becálsz a kukából, alól a gyors kifli, kinek legyen friss levegő, tartózkodni ideje, ki ne teljen karcnok, egy cuccok alatt üdeje, ki rágja a kávé, pikármeszkel, polis pitéjét, ki mossa a szentpirányi nagyságos épidéjét, ki ne kelljen éjjel nappal folyton csak igyekezni, ki ne lehessen szettől szembe kapásból letegezni, ki ne jusson ötről hatra, ki ne fussa futópadra, pulára, meg balira, ki fejjenek balira, kinek legyen hobbija a népi magyar hagyomány, kinek jusson más se bála, angol fúja adomány, kinek bocsor rá más csizma cifra, mentek a cagány, kinek jusson, miért is jutna, szar se jusson a cigány, nagyon kosszom, mondjátok meg mi legyen, kéne legyen, közünk is ki legyen. Rakja ki kararai márványal a bogyóját, kinek pakoltassák ki a pénztárnál a bogyóját, kizúzzon ki Rómába, hogy láthassa a piétát, kinyomassa ezerrel a déli gyümölcs diétát, ki merüljen el egy régi feudális szokáson, kitérjenek állítólag kisebb bolti lopáson, kinek legyen ad abszurdum reklamálni mersze, ki merjen a jogaiért kiállni a persze, kinek legyen dirélye a kuszkusz meg a falafel, kipróbálja nem feladni végül, mégis adja fel. Nagyon bocsó, mondjátok meg mi legyen, ki ne legyen, miközünk is ki legyen. Kiköltözöm prolisztaktól fúdó profakudára, kiköltse egy kompletesti panelára tudára, kiápolja a klinikán az egészséges körmé, kiárja a rövid utat, ki pedig a görbé. Kiköltözöm prolisztaktól fúdó profakudára, kiköltse egy kompletesti panelára tudára, kiápolja a klinikán az egészséges körmét, kiállja a rövid utat, ki pedig a görmét, kilásson a Hulvesztre, Jadira meg a világot, kiálmodja a zöldfű közé piros fehér virágot, kiültesse mindenkel, kitörte mellé tuját is, kiadja az ártatlan, de hogyha kell a buját is, kirendelje ülőpultot magára fenn a neten, kilakjanak egyetlen egy fél szobába vagy heten. Nagyon korsó, mondjátok, hogy mi legyen, ki ne legyen, miközünk is ki legyen. Kiutazom még a világ végére is kocsival, ki tudjon le minden bajt egy oda vette bocsival, ki vegye a nyakába egy pakucset a plázát, kinek vigye el a bankba vakolatlan házát, kinek legyen párnája a húgyosságos aszfalt, ki foglaljon még személyre adag mellé asztalt, kinek legyen jelszava a részét és a szeretet, ki próbáljon beszerezni tüdőszűrő leletet, ki kerüljön védületbe, csak a beső szemfalától, ki kerjen ki magából egy ugasztás a tesztagától. Nagyon korsó, mondjátok meg mi legyen, ki ne legyen, miközünk is mi legyen. Házastársia voltak robotokra, kik vigyenek a karata ellenére detoxra, kinek kelljen más a délégét leszomja kibírni, kinek lesz egy posta azonnal puszta kézre kinyírni, kinek vigyen tél a postasága részlet elizsákot, ki voltja ki lábonol a tündőpuszit, hol a rákot, kinek legyen igénye a könyvre meg a mozira, kipróbáljon belogni egy kultúrát a sózira, kinek kelljen nap, mint a papágó mindig viccelni, kinek legyen láthatóna kedve most is viccelni. Nagyon korsó, mondjátok meg mi legyen, ki ne legyen, miközünk is ki legyen. Kinek legyen évre szóló szekrénye a gyalásban, ki aludja álmában egy jó kis sütött garázsban, ki nevezze kommunista tettő meg el a dogát, ki ne sértse már a puszta létezéseit szabály, ki akarja homba fagyban végig állni a során, kinek kelljen teleszállja dicsékedni a borát, ki hurcolja fel alá az édes város fagyúját, ki átolta el a saját sose látott anyúját, ki feküdjön bolinkolott, mint a kilőtt állat, ki haladtál a szembesítve vállat. Nagyon korsó, mondjátok meg mi legyen, ki ne legyen, közünk is ki legyen. Ki csinálja új kecóját rendire takarosra, ki próbálja minden áron feljutni favadosra, ki locsoljon frászából jégkonyákot a kivire, ki gondolja tehetetlen haraggal a gyirire, ki tenje majd egyik percről másikra le a piát, ki hallásra maga megölnöre. Kitegye majd egyik percről másikra le a piát. Jó, megvan, egyébként tudom.
az egy virtus ilyen gyorsan. Jó, egy-két helyez. Ki legyen majd egyik percre másikra le a fia. Kipróbálja kivenni a lelekből a kisfia. Kilomizom kis biciklidingokat meg törököket. Kirúgassa le az undok játszik túli kököket. Nyilásra a sajátját a másodikben csicsikálni. Kipróbálja magát minden karácsonkor kicsikálni. Na jó, gondoló, mondjátok meg mi legyen. Ki ne legyen, mi közül is ki legyen. Kinek legyen tiszta sufrit hallanás vagy a haza? Kinek legyen új tötővé, ne is mehessen haza? Kit várjon a boldogság, mint tengerén egy párka? Kinek a vágyszántóti közlemető árka? Kinek legyen éppen elég hely az Isten tenyerén? Budafokon, Budaligeten és Mátra terenyén. Békésbe és Sebesbe és kimenjen a levesben. Köszönjük szépen, fantasztikus volt minden értelemben leüldözött, köszönjük szépen. És hát direkt erről a versről mondtad azt, vagyis a Miki előadásáról mondtad azt, hogy ő időnként megváltoztatja a szöveget. Tehát hogy ez most hogy érezte? Én ebből a szempontból is meg kellett tanulnom, hogy ez nem úgy van, hogy én is akkor. Hát én nem sokat küzdöttem egyik másikkal. Kezd el úgy érezni magam, mint egy erdős virág, most mutasd meg Sean, ahol majd mindjárt a zsűri eldönt itt, de nem, hogy ki volt a legjobb. Ki dolgozta fel a legjobb, de nem egy picit egy pillanatra olyan volt. Akkor virág, most te jössz egy újabb verssel, a legújabb, vagyis az új kötetből. Én vétkem. Hagytam, hogy kapásból hülyére vegyétek, hagytam, hogy tetleg is helyére tegyétek, hagytam, hogy ne legyen mázlia jusse, hagytam, hogy ne érje el még a busse, hagytam, hogy pokollá tegyék az életét, hagytam, hogy röhögve kérjék a bérletét, hagytam, hogy bagóért szopja a rezet, hagytam, hogy ne fogjatok vele kezet, hagytam, hogy piti kis vétkekért szivassák, hagytam, hogy ne derüljön ki az igazság, hagytam, hogy beszálljon apuk a cége, hagytam, hogy ok nélkül rakják a C-be, hagytam, hogy vergődés legyen a suli, hagytam, hogy kibukni legyen a buli, fejvesztve pusson a kultúra házából, hagytam, hogy kitessékeljék a plázából, hagytam, hogy rájön, ne nagyon szarozzon, hagytam, hogy félpénzért feketén palazzon, hagytam, hogy fogdossák buzgón a fenekét, hagytam, hogy sokalják sokan a gyerekét, hagytam, hogy toljon a fészküket rakókra, hagytam, hogy fújjon a többségi tamókra, hagytam, hogy Budáig pusson egy kérvényel, hagytam, hogy gazdagabb legyen egy élménnyel, hagytam, hogy ne legyen gyógyír a bajára, hagytam, hogy ne jusson gázra, se kajára, hagytam, hogy ne teremjen a föld eleget, hagytam, hogy lopnia kelljen a meleget, hagytam, hogy kibukjon, hagytam, hogy elázzon, hagytam, hogy retardált náciktól parázzon, hagytam, hogy hiába legyen a pánik, hagytam, hogy ne felejtődjön el máig, hagytam, hogy köpködve szígyják az urát is, hagytam, hogy lemossa csendben a csulát is, hagytam, hogy szorongjon nappal és éjjel, hagytam, hogy emiatt menjenek széljel, hagytam, hogy hibát a hibára halmozzon, hagytam, hogy üljön a segén és malmozzon, hagytam, hogy kibújjon végleg a rostán, amikor palávert csinál a postán, hagytam, hogy bőrleszké legyen a bának, hagytam, hogy bringával haltson a fának,
hagytam, hogy ne játszon érdemi szerepet, hagytam, hogy ne legyen bennetek szeretet, hagytam, hogy krumpliban mérjék a segélyét, hagytam, hogy félváról vegyék a tekéjét, hagytam, hogy ne legyen alkú a kaszásnál, hagytam, hogy ne legyen jobb hetsz a baszásnál, hagytam, hogy jöjjön az utolsó ítélet, hagytam, hogy röhelybe fújjon a hitélet, hagytam, hogy ne vágyjon más fókusz-fókuszra, reggel egy felesre, este a fókuszra, hagytam, hogy ne legyen dolga, se tévéje, hagytam, hogy romokban álljon a tévéje, hagytam, hogy horror rá legyen a valóság, hagytam, hogy ne legyen számára tanúság, hagytam, hogy diadal üljön az enyészet, hagytam, hogy hagyja a francba az egészet, hagytam, hogy ne tudja, ne lássa, ne értse, hagytam, hogy ne fogja fel még a felék se, hagytam, hogy ő legyen most is a lúzer, aki a leges-legelső közt húz el, hagytam, hogy nyűg legyen kint is és idegen, s épp olyan hazátlan jött ment, mint ideben, hagytam, hogy hadd higgye, ami volt köbbélet, bárhogy is kezdődött annó a történet. Én viszont ott voltam, arról a papírom, ura, de van ez a heppem, hogy megírom, ott álltam, pénztárca, mobil a zsebbe, bedugtam tövig az ujjam a sebbe, láthattam, láttam is mindent, és mégis hagytam, hogy hagyjátok, hadd hagyjam én is, én védkem, én igen nagy, hagytam, hogy így legyen, de te ne hagyd. Világ egyébként az Ateszán fesztiváljainkon, mint Slammer már sokszor verselt, úgyhogy akkor most ebben a szellemben folytatjuk. Most ez egy másik, ez a Nincs Mese című szám lesz, és igazából ez a lejátszásnak a másik verzióját demonstrálja, amiben is egy 30Y slágert, az azt hittem érdemes címűt kellett nekem átírnom egy új szöveggel, és az lett a Nincs Mese, ami szintén benne van a kötetbe. Se egy se hegytető, se egy hengergető, se béna, se ügyes, se kanga, se füles, se muris marabú, se akit marabú, se veled, se velem, se örök szerelem. Egyszer volt, se sárga gyalogú, se fény, se alagú, se dia, se fotó, se dolka, se totó, se panda, se grizzly, se élő, se Disney, se dobrű gyéduska, se nyúl, se Jézuska. Se hús, se korontár, se kón, se kolombár, se pét, se baracska, se jó fej halacska, se óriás, se mini, se szakma, se gimi, egyedem, begyedem, se ingyen egyetem. Egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt. Se bajok, se gondok,
Bakú sem igazság, sem magyar igazság, se híre, se hangval, se fogi, se annak, se szíved, se szabad, se bátor, se szabad. Egyszer volt, de már nincs, se a zsár, se a kincs, se ásó, se kapa, se anyag, se apa, se bársony takaró, se bögre kakaó, fölesen, levesen, se puszi, se mese. Egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt, egyszer volt, egyszer Virág nagy kísérlete következik, hogy ő énekli el a saját versét. És akik együttműködnek vele ebbe a vállalkozásba, ebben a vállalkozásban, Kökény Tamás cimbalmos, egyébként a Romanodromban is zenél ő, és a már közkedvelt Erdész Endre. Yeah.
Jogbiztonság lufi, ha majd nem lesz hazánk legszebb rózsaszál a pufi, ha majd nem kell minden szabad helyre brendet építeni, ha majd nem lesz mit a magunk ocsmáságán szépíteni, ha majd nem a tartózkodásunkkal fogunk tüntetni, ha majd nem lesz egyszerűbb az áldozatot büntetni, ha majd minden kis iskolás úszkálhat az usziban, ha majd nem fog 30 ezüst csörögni egy pusziban, ha majd nem kell viselni a könnyítések terhét, ha majd nem lesz 13.000 forint per hét, ha majd nem kell hülyeségből történelmet írni, ha majd nem kell egyeseknek erőn felül bírni, ha majd nem lesz élet-halál úra minden helyi edző, ha majd nem küld mindnyájunkat partlóra egy hülye edző, ha majd mindenki a kolbólított birka beint, ha majd nem kell cuccolni és dobbantani megint, ha majd nem lesz bagatell, hogy bizalik a végeken, ha majd nem lesz menő dolog, babrálni a tényeken, ha majd nem a krisnásokhoz jár a haza ebédre, ha majd nem lesz minden oldal jelszavakkal levédve, ha majd nem lesz elegáns a másik felet kitakarni, ha majd nem lesz nehéz ennyi gyökér közül kit akarni, ha majd nem lesz lezárva a szabad sajtó útja, ha majd nem lesz telerondítva a múltnak útja, ha majd lesz más opció, mint döblött nyúl vagy öreg róka, ha majd minden esztimóra jut egy nagyon kövér póka, ha majd nem kell gonosztevők emlékének adózni, ha majd újra jogom ez, még jól oda se bagózni, ha majd frankon elmennek a fehérvári huszárok, ha majd nem lesz árulás, ha úgy döntök, hogy kiszállok, ha majd nem fog napról napra durvulni a tarti helyzet, ha majd nem fog falnak vinni minket ez a fura szerzet, ha majd nem lesz komírkó a 19. század, ha majd mindenkor a saját rossz költői ellenlázad, ha majd nem kell dalolni a sár helyett az azurról, ha majd nem kell Kanadáni menekülni hazurról, ha majd nem lesz alkotárgya minden jogos járandóság, ha majd nem lesz nemzetmentő taktika a várandóság, ha majd nem vész minden görcsös igyekezett kárba, ha majd hamupipőke is ellóghat a bálba, ha majd nem lesz etalon a lánykérés a havason, ha majd nem lesz hungarista hegykampány az avason, ha majd nem lesz egyet ciprább ez a cipra nyomorúság, ha majd lesz itt vidámság is, nem csak mindig szomorúság, ha majd újra mókusokkal lesz tele a tabán, ha majd nem lesz probléma, hogy romungró a babám, ha majd lustán ont az élet uncsi online mémeket, ha majd nem lát a gyanútlan szemlélődő rémeket, ha majd élünk, mint a Marci, hevesen és hontalanul, ha majd senki se elköztünk, se póró, se hontalanul, ha majd végre szabadság lesz, hétvége és nyugi, apa mozdik, anya főzés, tévét néz a hugi, jövünk, megyünk, teszünk, veszünk, pirkadattól estig, Kenesértől kapuvárig, Parkonyától Pestig, lesz még egy kis ez meg az, de amúgy minden klappol,
Sánk is már egy hosszú, boldog, derékfájós, akkor, akkor. És a közítés, és azt gondolom, hogy amint az iskolában a gyerekek erdős virágon keresztül tanulják ezt a néhány évet, amit átéltünk, és a versekből újra átélhetünk, akkor a történelmet valami nagyon, tehát a kortárs történelmet valami nagyon élményszerű módon tudják megfejteni, visszafejteni. Nem neheze. Országunk nehéz időt él át. És akkor ez a vers, ami most következik, ez a dal, az ezt is elviszem magammal, ennek a történetét, akkor te is meséld el meg, te is, és akkor rakjuk össze, hogy csak egy pillanatra. Hát a rájátszás keretében született ez a dal is. Hát ez a történet. Erről mit mondhatunk el? Hát erről? Ezt is el. Hogy mondjam? Mert az egész úgy kezdődött, hogy a rendszerbe felkértek minket, hogy írjunk egy dalt, de ugye meg volt ez a két verzió, vagy egy meglévő kortárs, meglévő verset írunk, csinálunk az elejét, vagy pedig fordítva. De mi megfejeltük rögtön az elején ezt a dolgot, és a Laci előállt egy zenével, és egy refrénnel. Tehát az a, most tisztázzuk a helyzetet, és országvilág előtt beszélgetettünk, hogy ezt is elviszem magammal, ez abszolút Kornák Klemencz László szerzemény. Tehát ez megvolt, és megvolt a zene, és arra kért a Laci engem, hogy írjam meg a többi részét ennek a dolognak. És akkor így született ez a dal, csak nem, én abszolút nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, úgyhogy magát azt a sort, és ezt a referent, ezt övétem. Köszönöm neki szépen, és igazából erre is utal többek között ez a cím, az ezt is áll. Én is köszönöm a virágnak a, hogy mondjam, a két refén közötti nagyon sok gondolatot is. Vagy mindannyian köszönjük neki. Tehát tudsz menni, mert mozognék egy kicsit. Köszi. Ezt is elviszem magammal. Viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Viszem a néget, kíz a paci. Viszem a keleti megszármazási maci. Ez ennyi vége, közül a köztes. Viszem a csokonai, mint ez mi áll össze. Ott lesz az ágya, ahova fekszem. Elviszem a bokának, egy kicsi kiekszem. Viszem a tornát, viszem a szőkét. Viszem a felhozott kapcsolati tőkét. Ezt is elviszem magammal. Viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Viszem a tuti, viszem a gagyi, viszem a szofokában, szállat a tani, meg annyi némát, a tizet éven, elviszem magammal azt meg a teljében. Viszem a bölcsi, viszem a temető, viszem a csokoládé, arra bőr szerető, kicsit a nyara, kicsit a teret, viszem a mindörökké, mozgulhoz a teret. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet.
viszem magammal. Annyira jó, annyira köszönöm.
mert amin együtt tüntetünk... Nem tudom, hogy milyen lesz a hangja. Most bánom nagyon, hogy nem hoztam el. Tehát nem nagyon öreg. És nagyon Gracias.